Na, hali mindenkinek! Végre eljött a húsvét, és hát én is belefágtam a tojásfestésbe. Mégpedig egy Angry Birds-ös témában sikerült összehoznom tojásokat, és most megmutatom, hogy én hogy készítettem el őket. Először, ami kelleni fog nekünk, az egy komplett rajz, amiről tudni fogjuk, hogy hogy kell megfesteni a madarakat, és hogy mennyi lesz, milyen színeket használjunk, stb. Aztán ezen kívül kelleni fog még alap tojásfesték, az a hagyományos, valamint a minták megfestéséhez tempera, ecset és műanyag keverő paletta. Hogyha nincs, akkor persze tálka vagy papírlapon is ki lehet keverni. Ezután ahány alap tojásszín van, annyi üveg tálat vagy poharat veszünk elő, beleszórjuk a port, majd felöntjük forró vízzel. És ezután következik az ecet, amiből egy nagyjából egy tejáskanálnyi mennyiséggel rakunk mindegyik tojásfestékhez, majd szépen elkevergetjük mindet. Ezen kívül majd a festésnél a tojások kiberakosgatásához célszerű mindegyikhez külön kanalat használni, mégpedig azért, hogy a tojást ne fogja össze más színezék. Érdemes legalább 10 percet hagyni egy-egy tojást, hogy nagyon jól befogja. Azután, hogyha megszáradtak, már neki is állhatunk a festésnek.
utolsó lépésként pedig, hogy a mi Angry Birds-eink jobban 3D-s hatást keltsenek, készítettem papíron kis formákat, amik a szárny, illetve haj részeihez tartoznak, amit majd ki fogok vágni, és rá is ragasztok. Most már teljes a család, Angry Birds-eink biztos nagyon jól érzik magukat húsvét alkalmából, úgyhogy nektek is kellemes húsvét mindenkinek kívánok! Nos, ennyi lett volna a húsvéti Angry Birds tojásfestés, de mivel még nincs vége húsvétnak, ezért lesz még egy áldozatunk. Te vagy a következő.